A Dombóvári Kórház rendelőintézete az elmúlt közel 50 esztendőben nem esett át jelentős korszerűsítésen. Bár a kórház egy szárnya már modernizálódott, a járóbeteg ellátást végző rész kimaradt a fejlesztésekből. Ez a helyzet változhat meg a közeljövőben. Nagyon örültem neki, amikor decemberben megkapta a kórház ezt a támogatói okiratot. Közel 300 millió forint értékben kerület sorra a rendelőintézet felújítására. Nyilván ez a pályázat ez egy 2018-ban beadott tartaléklistán volt, ezt onnan sikerült újból az élők sorába visszahozni. A probléma jelenleg az, hogy a felújítás árkalkulációja a pályázat beadására 2018-ra vonatkozott, az építőipari árak azóta folyamatosan emelkedtek, így az akkori költségvetés ma már nem fedezi a szükséges beruházást. Ebből a 300 millióból az eredeti támogatási szerződés szerinti műszaki tartalmat nem lehet megvalósítani, ezért is apostrofáljuk mi ezt első ütemnek, hiszen hogyha elkészülnek a kiviteli tervek, és egy feltételes közbeszerzési eljárást le tud folytatni a kórház, akkor kiderül, hogy a valóságban mennyi pénzre van szükség. Nyilván nagyon remélem, hogy tudunk élni a rámelés lehetőségével, és az előbb, amikor azt mondtam, hogy tudunk élni, elkezdtünk együtt dolgozni és gondolkozni a kórház igazgató úrral, és nyilván minden szakmai segítséget megadunk azért, hogy a megfelelő mennyiségű forrás ide érkezzen Dombóvárra, és a 24. század színvonalának megfelelő rendelő intézetbe tudjanak járni a járó betegek. Nem fogjuk elkezdeni ezt a beruházást. A közbeszerzési eljárás során kiderül, hogy a teljes műszaki tartalom megvalósítására mennyi forrásra van szükség, és mint az előbb is már említettem, nagyon bízok benne, hogy ez a forrás pótlásra kerül, és a tervek szerinti műszaki tartalommal meg tudjuk valósítani ezt a beruházást. Optimális esetben ez a beruházás 2023 második fél évére el is készülhet. A rendelőintézet nem csak a dombóváriak gyógyulását szolgálja, az ellátási körzetben több mint 30 000 ember érintett.